Jótékony ajándékosztás, több mint 600 ezer forint értékben adott át ajándékokat a rászoruló családoknak a Fidesz Dunaújvárosi Városi Szervezete. DKKA évzáró megtartotta a karácsonyi ünnepséggel egybekötött évzáró rendezvényét a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese. Fellendülő piac, élénkül a használt autópiac, sokan keresik az importból behozott járműveket. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Több mint 600 ezer forint értékben adott át ajándékokat rászoruló családoknak a Fidesz Dunaújvárosi Szervezete. A már hagyományos rendezvényen műsorral is kedveskedtek a megjelenteknek. A Széchenyi István Gimnázium tanulóinak műsorával kezdődött a Fidesz helyi szervezetének ajándékátadó rendezvénye. Az eseményre azokat a családokat várták, akiket hátrányos helyzetük miatt támogatni kívánt a párt. Hosszú évek hagyományával bíró rendezvényről van szó. Mi a Fidesz Dunaújvárosi Szervezetének tagjai rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy több mint 10 esztendeje karácsony közelettével dunaújvárosi családokat meg tudunk ajándékozni. Büszke vagyok arra, hogy a jó ügy, a nemes cél megtalálta ebben az esztendőben is a maga jó embereit az önzetlen, segítő dunaújvárosi polgárok személyében. A Fidesz helyi szervezetének elnöke Cserna Gábor nem tudott részt venni az átadón, így köszöntő szavait Friedrichné Pető Ilona főszervező tolmácsolta a megjelenteknek. Ezt követően a párt helyi képviselői átadták az ajándékokat. A már hagyományos jótékonysági akciót minden évben egy bál előzi meg, amelynek a bevételéből támogatják a rászorulókat. Idén azonban kibővült a támogatandók köre. A körzetfelelőseink, a képviselőink azok, akik ismerik, hosszú évek óta ismerik a körzetükben élőket. Ők azok, akik megnevezik, hogy kiket javasolnak arra, hogy ebben az esztendőben karácsonyi ajándékot kapjanak. Az idén ezt a kört bővítettük, mégpedig azért, mert tudjuk, hogy a Kézilabda Akadémián határainkon túlról érkezett lányok sportolnak Dunaújvárosban, Dunaújvárosért, és úgy gondoltuk, hogy mi is valami módon szeretnénk kifejezni azt, örülünk annak, hogy itt vannak, örülünk annak, hogy otthon érzik magukat Dunaújvárosban, a szeretetünket szerettük volna kifejezni, és a tiszteletünket irántuk ezzel a gesztussal. Az idei évben 52 ajándékot adtak át, több mint 600 ezer forint értékben. Dunaújváros a dunaújvárosi lakóké, emelte ki Pintér Attila pénteki sajtótájékoztatóján, ahol értékelte az elmúlt időszakot. Az MSZP helyi szervezetének elnöke nehezményezte a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a teljes körű tájékoztatás hiányosságát. Mint mondta, nem ismertek a számok és a kockázati tényezők, ugyanakkor fontosnak tartaná a városi tömegközlekedés, valamint az úthálózat mielőbbi fejlesztését. Tavaly évben is elmondtuk, hogy a kátyúzás nagyon fontos dolog a városban, de sokkal fontosabb lenne Dunaújváros úthálózatának a felújítása. Nem egy év alatt, nem két év alatt, hanem ebben a ciklusban. Ahhoz, hogy Dunaújváros úthálózata, ami egyébként katasztrofális állapotban, és ami az utóbbi időben sajnos komoly baleseteket is okozott, jó állapotban legyen, ahhoz elképzelések, ahhoz tervek kellenek. Azért kellenek elképzelések, tervek, mert ezekhez lehet párosítani forrásokat, ezekhez lehet olyan pályázati pénzeket csoportosítani, amiből a feladatokat végre lehet hajtani. Élénkül a használt autópiac, sokan keresik az importból behozott járműveket, az emberek többsége az 1 millió forint alatti jó minőségű kocsik közül válogat. Egyre több külföldről behozott autót adnak el a dunaújvárosi autókereskedésekben. Az egyiknek a tulajdonosa szerint az autót vásárolni vágyok többsége a minőség, a felszereltség és az ár alapján választ. Az emberek elsősorban a 7-8 éves kocsikat keresik, 1 millió forint alatti átlagáron. Úgy érzem, hogy fellendülőben van a piac, így évvége felé egyre többen vesznek használt autót. Jelenleg mi 1-3 ezer
eurós értékű autókkal foglalkozunk. A vásárlók többségének az is fontos, hogy az autó a korának megfelelő állapotú legyen, szervizelt és megbízható papírokkal rendelkezzen. A használt autó behozatalát érdemes a kereskedésekre bízni, hiszen ekkor olcsóbban juthatunk hozzá az autóhoz. Sokan azonban így is kimennek külföldre. Hát, ha egy magánszemély külföldre kimegy gépjárműt vásárolni, akkor számolnia kell a következő itthoni tételekkel. Regisztrációs adó, ez autótól függ, 100-200 ezer forint nagysága körülbelül. Ezen kívül a műszaki vizsga, ami nagyon fontos. Nem mindegyik külföldi autón van műszaki vizsga. Itthon csak KPM vizsgára lehet vinni ezeket az autókat, ennek összege körülbelül 40 ezer forint. Ezen kívül még számolni kell a forgalmival, törzskönyvvel és a rendszámmal, ami körülbelül 22 ezer forint. Az országos adatok is azt mutatják, hogy valóban megugrott a külföldről behozott autók eladása hazánkban. Az elmúlt három hónapban mintegy 40%-kal több használt járművet hoztak be, mint tavaly ilyenkor. Az importpiac növekedése várhatóan tovább folytatódik. Dermesztő hajnalok. A téli időjárás vele járója a reggeli fagy, amely megnehezíti az autósok életét. A szélvédők és oldalablakok jegesedése esetén még az indulás előtt ajánlott 5-10 percet szánni a jármű felkészítésére. A téli időjárás nagyban megnehezíti az autósok dolgát. A havazás és a csúszós utak a közlekedésben, a reggeli fagy pedig az elindulásban hátráltathatja a vezetőket. A hajnali fagy pont alatti hőmérséklet ugyanis megviselheti azokat a járműveket, amelyeket nincs lehetőségünk garázsban tárolni. Nagyon sokszor befolyásolja, hogyha kint áll az autónk, az első az a bejutás. Tehát amikor lefagy az autónknak az ajtaja, a gumi tömítések összefagynak, és egyszerűen nem bírjuk kinyitni az ajtót. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy esetleg ha kint áll, mivel kint mindig hidegebb van, mint egy garázsban, esetleg az akkumulátornak az indítása sokkal kevésbé tud érvényesülni, és nem biztos, hogy olyan jól indul az autónk. Ezeken kívül a látási viszonyokat is ronthatja a téli dermesztő hideg. A kültéren leparkolt autóknál ugyanis előfordulhat, hogy az első és hátsó szélvédők, valamint az oldalablakok lefagynak. Az oktató ezért azt tanácsolja, hogy ilyen esetben legalább 5-10 percet szálljunk a jármű felkészítésére, még az indulás előtt. Ha elindítjuk az autót, akkor már szerencsénk van, ha elindult. Ha melegszik, akkor az utastérbe is a meleg levegő egyre jobban áramlik és egyre jobban felmelegíti. Ha felmelegszik az utastér, akkor az oldalablakok is felmelegszenek. A felkészítésnél még nagyon fontos, hogy több minden legyen a csomagtartóban, tehát itt a spréktől a hókaparon keresztül, rongyon kesztyűn keresztül több minden legyen bekészítve, és abban az esetben, hogyha a gumitömítéseket is akár egy szilikonsprével előtte már lefújtuk, akkor sokkal könnyebben kinyílik az ajtó. Tudjuk, hogy a zárólajzónak milyen nagy jelentősége van, hogyha szükségünk van rá, akkor kinyílnak az ajtók. De mindenképpen egy 5-10 percet szánjunk rá, és ha az autónk már elérte az üzemi hőmérséklet környékét, addig letisztítottuk az ablakokat, szélvédőket, akkor tényleg nyugodtan indulhatunk, ugyanúgy, mintha garázsban állt volna. Hambalkó János hozzátette, ha gépjárművünket megfelelően felkészítettük az indulásra, akkor az úton nagyon körültekintően és óvatosan vezessünk. A jeges utak csúszás veszélye miatt kerüljük a gyors fékezést és a hirtelen kormánymozdulatokat, a követési távolság növelésével és a sebesség mérséklésével pedig még biztonságosabban közlekedhetünk a téli időszakban. Karácsonyra hangolódva megtartotta karácsonyi rendezvényét a Szilágyi Erzsébet általános iskola. A rendezvényen szinte minden évfolyam tanulói bemutatták tehetségüket. Karácsonyi műsorral zárta az idei évet a Szilágyi Erzsébet általános iskola. A rendezvényen több évfolyam mutatta be tehetségét. A diákok hetekig készültek arra, hogy előadhassák produkcióikat. A különböző táncos előadások mellett az iskola néptánc szakköre is fellépett. Kicsik mellett a nagyok is színpadra léptek. A 8. osztályos diákok egy közös tánccal készültek, akik az utolsó általános iskolás karácsonyukat méltó módon kívánták megünnepelni. Az utolsó évünket töltjük együtt az osztályon, és hát a szereplés az utolsóhoz kellett, szerintem. Az
ünnepségre sok szülő is ellátogatott, hogy megnézze gyermeke fellépését. Az általános iskola pedig arra törekszik, hogy minél többen részesei legyenek az ilyen iskolai rendezvényeknek. A Szilágyi iskola egyik alapelve, hogy nyitott intézmény vagyunk. Tehát bármilyen iskolai rendezvényünk van, legyen ez őszi mulatság, karácsonyi műsor, játszóház, családi nap, teljesen nyitott. Tehát bárki bármilyen rendezvényünkre mindig eljöhet. Az a szülő jött el, aki rászánja az időt és szeretné a gyerekét látni. Ilyen hasonló rendezvényt két évente szeretne megszervezni az iskola, akkor viszont a tervek szerint minden tanulónak teret adnak a bemutatkozásra. Megtartotta a karácsonyi műsorral egybekötött évzáró ünnepségét a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese. A rendezvényen értékelték az Egyesület 2014-es évét, valamint új támogatókat is bejelentettek. Kedves vendégeink! Tisztelt kollégák, edzői kar, kedves játékosok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 4. közös karácsonyi évzáró rendezvényén. Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket az Egyesület évzáró rendezvényén. Az eseménynek a kampusz étterem adott otthont. Az évzáró jelen volt többek közt Cserna Gábor polgármester, Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke, valamint Galambos Dénes országgyűlési képviselő is. Azt gondolom, hogy nagyon aktív és intenzív munkával rektor úr, Szemenyei úrnak a tevékenységével sikerült ezt az akadémiát jó kezekbe adni és nagyon jó eredményeket elérni. Én azt gondolom, hogy a bajnokságban jelenleg elfoglalt hely az egy opció, én ezért többet kívánok. Az országgyűlési képviselő beszéde után az Egyesület utánpótlás csapatai zenés műsorral színesítették az estét. A játékosok részéről Ferling Bernadett elégedetten értékelte a 2014-es évet, valamint beszélt a szezonbeli tervekről is. Újra bejutunk a négy közé, és mondjuk érmet nyernénk, hát akkor már nagyon-nagyon elégedett lennék. Nagyon szeretnék úgy visszavonulni, hogy egy éremmel. Azt most a magyar bajnokságról beszélek, hát a többit azt majd meglátjuk, az majd még alakul évközben. A rendezvényen bejelentették, az akadémián játszó játékosok száma mára elérte a 200 főt, ami hatalmas fejlődést jelent a kezdeti létszámhoz képest. Radulovics Bolyán, a szakmai vezető, az utánpótlás képzés fontosságát emelte ki. Nekem is elsősorban az a lényeg, hogy ezekből a gyerekekből, aki itt nevelkednek nálunk, hogy egyszer lássunk azt, hogy valakiből remélem válogatott lesz. A DKKA idén visszatért a nemzetközi kupaporondra. Az EHF kupa 8-ad döntőjében a Rostov Don ellen lépnek pályára Ferlingék. Az EHF kupában indulunk, ami ugye alapvetően a harmadik számú európai kupa. Itt is vannak nagy csapatok, rögtön bele is nyúltunk a második kanyarban ugye a Rostov együttesében, de mégis itt azért azt gondolom, hogy van lehetőség tanulni, van lehetőség nemzetközi rutint szerezni. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke elégedett az együttes 2014-es eredményeivel. Röviden azt mondhatom, hogy gyönyörű eredményt értek el idén, és elvárásunk jövőre szintén a négy közi jutás, és lehetőség szerint a dobogó. Ne felejtsük el, hogy idén már nemzetközi kupameccset is játszottak, és tovább jutottak a legjobb 16 közé. A rendezvényen bejelentették, a Hankook Tájér Magyarország Kft. 150 millió forintos támogatást nyújt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Egyesületének a TAO támogatási rendszeren keresztül. Ezzel a hathatós anyagi támogatással a jövőben tovább fejlődhet az akadémia. Szombaton reggel elszórtan lehet eső, majd csökken a felhőzet és kisüt a nap. Átmeneti lesz azonban a napos idő, hiszen délután újabb felhők sodródnak fölénk, és egyre több felé kezdődik újabb eső. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél. Kérem, tekintsék meg főbb híreinket még egyszer, röviden. Jótékony ajándékosztás. Több mint 600 ezer forint értékben adott át ajándékokat a rászoruló családoknak a Fidesz Dunaújvárosi szervezete. DKKA évzáró. Megtartotta a karácsonyi ünnepséggel egybekötött évzáró rendezvényét a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese. Fellendülő piac. Élénkül a használt autópiac. Sokan keresik az importból behozott járműveket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!
készült a médiatanács támogatásával.